Mózer Anna Máriát állítottam meg itt a idei pünkösdi kórus találkozó harmadik zárónapján. És hát nagyon szép programot tudunk a hátunk mögött, és most azt szeretném kérni Anna Maritól, ha megengedi, hogy így szólítsam, hogy mit tudunk elmondani az idei pünkösdi kórus találkozóról. Először is köszönöm a lehetőséget. Az idei pünkösdi kórus találkozó a 24. a sorban. 1990-ben kezdtük ezt a sorozatot. Nagyon szép összefogása volt ez a rendszerváltás után az egyházaknak és a világnak, az egyháznak és az önkormányzatnak, és azóta is minden évben töretlenül megrendeződik. A szokásokhoz híven pünkösd előtt 3 nap, csütörtök, péntek, szombat este 6 órakor kezdjük a programokat. Csütörtökön és pénteken 8-8 kórus mutatkozik be, szombaton pedig egy misével kezdünk, a pünkösd vigília miséjével, és utána 4 kórus mutatkozik be. Tehát ez pontosan úgy történik idén is, mint az elmúlt években. Mit tudunk elmondani a fellépő kórusokról, a kórus munkáról? Nagy öröm számomra, hogy az ideérkező kórusokon évről évre látszik a készülődés, az egymásra odafigyelés. Lopkodjuk egymástól az ötleteket, tanulunk egymástól, és ez nagyon szép. A kórusok töretlen munkája mindig öröm. Sok gyerekkórus érkezik, egyre több egyneműkar és vegyeskar, egyháziak, világiak szép műsorral mutatkoznak be. Pünkösd előtt állunk. Ha kérhetnék egy személyes gondolatot is. Hogy köszöntsük pünkösdöt? Várjuk a szent lelket, mint az apostolok annak idején. Gyönyörű a tavasz, szép volt a húsvét, szép lesz a pünkösd is. A megtisztulásnak, az újrakezdésnek, és mivel lassan tanév vége van, a lezárásnak is itt van lassan az ideje. Lezárás. Hát akkor hagyj fogassam tovább. Hogy zárja ezt a hátam mögött álló évet? Mint magánember? Igen, mint magánember. Természetesen most hagyd kérdezzem magánember. A munkahelyemen új feladatokat láttam el egész tanévben. Sok kihívás volt, sok munka, örömmel láttam el. A kórussal is jubileumi év van a hátunk mögött. Idén egy kicsit lazább és kevesebb feladatot vállaltunk, hogy egy kicsit tudjunk szusszanni. Most itt van a kórus találkozó, örömmel fogom konstatálni, hogyha a mai nap is olyan szépen fog lezárodni, mint az előző kettő. És ilyenkor mindig arra gondolok, mennyire szeretem ezt a 3 napot, mennyire szeretem, hogy ilyen sok ember van, aki a mai napig örömmel folytatja ezt a zenélést, a társas muzsikálást. Van idejük arra, hogy dicsőítő énekeket énekeljenek, és van kedvük megmutatni ezt egymásnak. Ez nagyszerű. Örülök, hogy vannak még ilyen kulturális szokásaink, hiszem, hogy ettől vagyunk sokkal inkább emberek. Nagyon szépen köszönöm, hogy szánt rám pár percet, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Yeah.
24. alkalommal megrendezett Rákos Csabai Hőkösdi Kórus találkozó zárónapján. Külön köszöntöm dr. Török József pápai prelátus urat, aki a találkozó egyházi fővédnöke, egyben köszönjük megnyitó szavait. A találkozót a Rotunda Kórus Alapítvány szervezte, az ES művészeti vezetője, a Rákos Csabáért díjjal kitüntetett karnagy, Dudné Mózse Anna Mária. A mai napon négy kórus mutatkozik, illetve mutatkozott be, a misén közreműködött a Rákos Keresztúri Szent Kereszt Plébánia Katolikus Kórusa. Nagyon szépen köszönjük! És 2009-ben alakult tagja bárki lehet, aki szeret énekelni, és vállalni tudja a heti egy próbát, valamint az ünnepi miséken való szerepléseket. Repertoárium többnyire egyszerű, rövidebb, a kapella művekből áll, de templomok orgonistája, Liszek Noémi kíséretével már komolyabb dalokat is énekeltek. Mivel többen játszanak hangszereken, ezt a lehetőséget is gyakran kihasználják. A kórus tagjai remek és igen vidám közösséget alkotnak, és nem csak a zenében, hanem lélekben is erősítik egymást. Oh.
fellépők tehát a Nagyvárad téri református gyülekezet kórusa. A Budapest Nagyvárad téri református gyülekezetben a templom 1935-ös felszentelése óta működik énekkar, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A templom orgonistája Balogh Lázár 2009 óta vezeti a kórust, amely elsősorban nagy gyülekezet